A kormány nagyon komolyan gondolja az egészségügy, nem csak hogy átszervezését, az egészségügynek a teljes vertikumának a javítását, és úgy gondolta a kormányzat, hogy az elmúlt évek alatt, itt az elmúlt három évben mintegy 300 milliárd forint olyan összeggel próbálja segíteni az egészségügynek a helyzetét, amelyben természetesen nem csak fejlesztések, hanem egyéb dolgok is beletartoznak, és most itt az elmúlt napokban hosszú-hosszú évek munkája után jutottunk el oda, hogy ebből a 300 milliárd forintból mintegy 50 milliárd forint a legfontosabb fejlesztésekre fordítható. Az 50 milliárd forintból többek között részesül, és ez az örömteli hírünk, a Szentesi Dr. Bugyi István Kórház új egységének a felépítésének a lehetősége. És azt gondolom, hogy itt a térségben élő emberek számára talán az egyik legnagyobb olyan egészségügyi fejlesztés program, amely a kórháznak a hosszú távú működését, az itt élő embereknek a gyógyítását, kezelését meg fogja oldani a mai korszerű feltételekkel és körülmények között. Ez természetesen többet jelent, mint Szentes. Ez Észak-Csongorád megye és Dél-Szolnok megyét, mint vonzáskörzetet, több mint 100 000 embernek a biztonságos gyógykezelését, betegellátását fogja biztosítani. Ugye nagyon sokan az elmúlt években már felvetették, vagy elmondták, vagy már nem is hittek abban, hogy ez a lehetőség még megadatik itt a Szentesi Dr. Bugyi István Kórház számára, de elég hosszú munka során jutottunk el oda, hogy végül is ez a döntés megszületett. 2 milliárd 470 millió forintról szól a történet, amelynek, ahogy a képviselő is elmondta, az első és talán azt lehet mondani, hogy legfontosabb úgymond üzenete az, hogy a magyar egészség és a magyar kormányzat az elkövetkező időszakban és a jövőben is számol a Szentesi Kórházzal, és ez mind a beteg emberek és mind az itt dolgozó egészségdolgozók számára egy biztonságot jelent. Lényegében a ellátás hatékonyságát növelő épület együttes fog felépülni, mégpedig a sürgőségi osztály és az ahhoz nyaktaként csatlakozó jelen pillanatban traumatológiát, onkológiát és az ápolási részt magába foglaló épület együtteshez szintén nyaktaggal csatlakozni fog egy új épület. Erre kb. 1,7 milliárd forint áll rendelkezésre a pályázatban erre az új építésű épületre, amely épület tulajdonképpen a mai korszerű, mi úgy hívjuk, hogy invazív, egyébként sebészeti jellegű betegség ellátását fogja a Szentesi Kórházban végrehajtani. Itt az első szinten, azon a földszinten helyet fog kapni majd a sebészet, illetve a traumatológiának az ágyszám, vagy az ágyai, ez a második emeletre is jellemző lesz, illetve az első szinten még a központi intenzív osztály, megújult intenzív osztály lesz, ami helyet kap. Itt már is lehet látni, hogy egy egységet fog képezni a sürgőségi osztály egészen az intenzív osztályig, tehát a betegek mozgatása és a hatékony, gyors ellátása már itt lehet látni, hogy mennyit fog fejlődni a Szentesi Kórházban. A második szinten egy központi műtőből álló blokk fog kerülni az intenzív osztály fölé. Három műtőteremből fog állni a központi műtőnek ezen része. Ez is szintén azt az egységet fogja képezni, amelyet a sebészeti műtőből kikerült beteg esetleges intenzív ellátása vagy sebészeti ápolása egy egységben teszi lehetővé, tehát szintén a gyors gyógyulást, hatékony gyógyulást, gyógyítást fogja eredményezni. A harmadik emelete ennek a új épületnek, vagyis a harmadik szintje, bocsánat, a második emelete fog helyt adni egy úgynevezett nem steril műtőnek, hogy az emberek is megértsék. Tehát a három központi műtő a steril műtő lesz. A negyedik különálló műtétben nyilván azok a nyitott műtétek most sajnos a sterilitás elveszik, ott lesz elkülönítve. Ezen kívül a meglévő mostani traumatológia-onkológia épületben fog átköltözni a neurológia, és szintén azt az egységet fogja szolgálni, hogy a stroke betegek, akik nézistre szorulnak, azok az intenzív osztályhoz közel legyenek, neurológiához közel legyenek, szintén azt az egységet fogja képezni, amely tényleg a gyors és hatékony betegellátást szolgálja.